Surányi György nyíregyházi előadását és a vele készült interjút is azzal kezdte, hogy álláspontja szerint a gazdasági nehézségek nem a járvány és a háború miatt alakultak ki Magyarországon, hanem már 2017-ben lehetett látni a megtorpanás előjeleit. 2017-ben egy gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre a kormány, az úgynevezett nagynyomású gazdaságpolitika irányába lépett, ami koncentráltan, összehangoltan a költségvetés, a jövedelempolitika és a monetáris politika eszközrendszerével a kereslet növelését helyezte a középpontba. Olyan keresletnövelést, amin mögött nem volt ekvivalens teljesítmény. Ennek következtében túlkereslet, túlfűtöttség jött létre a magyar gazdaságban. Első menetben láthatóan gyorsult a növekedés, de a növekedés gyorsulás nem egy egyensúlyi pályán tapasztalható gyorsulás volt, hanem fokozatosan elkezdtek romlani a pénzügyi egyensúlyi mutatók. Először nyilván nem látványosan, az infláció évente 1,5%-kal gyorsult, a külső egyensúly évről évre a GDP-ben mérve 1,5%-kal, 2%-vel romlott, a költségvetés a teljesítményhez képest relatíve túl expanzív volt, és mindezek hatására valóban 2020 elején a pandémia előtt már 4,7%-os inflációt lehetett rögzíteni, 2022. februárban pedig a szörnyű orosz háború előtt már 8,4% volt az infláció, a külső egyensúlyi többlet leolvadt, először csak a többlet olvadt le, majd 2019-21 és 22-ben egyre nagyobb deficit jött létre. Természetesen ezeknek a számoknak a romlásához hozzátettek a kedvezőtlen külső hatások is, de azt gondolom, hogy kiegyensúlyozottan azt lehet mondani, hogy ezeknek a külső egyensúly romlás és az infláció példátlan gyorsulásának legfeljebb a fele az, amit extra külső tényezőkkel lehet magyarázni. A Covid előtt és utána is nagyon kedvező gazdasági adatokat lehetett látni a magyar gazdaságban. Csökkent a munkanélküliség és nőtt a GDP. De a közgazdás szerint a hazai termelékenység mértéke nem tartott lépést a bérekkel. Kétségkívül mérhetően javuló körülményeket lehetett látni. Valóban nőtt a foglalkoztatás, csökkent a munkanélküliség, emelkedtek a reálbérek. Mindig az a kérdés, hogy ezen kedvező folyamatok egyensúlyi, fenntartható növekedési pályán mennek-e végbe, és a válasz az az, hogy sajnálatosan 2017 elejétől ezek az egyensúlyi mutatók, ami ezeknek a kedvező folyamatoknak a fenntarthatóságát biztosítják, ezek nem voltak jelen. Fokozatosan romlottak ezek a mutatók, amelyek aztán 2021-22-ben már nagyon látványos romlásba mentek. Surányi György azzal zárta, hogy a magyar gazdaság rövid és középtávú jövőjét jelentősen fogja pozitív irányba befolyásolni, ha lezárják a vitát az Európai Bizottsággal az uniós támogatások ügyében. Az európai források nem csak kellő tőkét jelentenek a hazai fejlesztésekhez, de a pénzpiacok bizalmát is erősítik.